Köszöntöm az itt megjelenteket, köszöntöm a videó nézőit, köszöntöm a rádióhallgatókat, külön köszöntöm a külföldi hallgatókat és nézőket, és a tengeren túliakat is külön köszöntöm. Tóth Zsolt vagyok, Letenyén a közös önkormányzati hivatalban dolgozom, most jelenleg is ebben az épületben vagyunk, a házasságkötő teremben. Innen lesz a közvetítés a mai est folyamán. PPH rendezvényen vagyunk, a PPH Problem Prevention Holding, ami azt jelenti, hogy ember és életjobbító rendszert jelent. Szedlacsik Miklós tartja a képzést. Ő 87 óta tart képzéseket, 1993 óta vezeti ezt a képzésrendszert, és 94 óta saját csapata is van. Én lassan két éve lesz, hogy a PPH tanulója vagyok. Olyan dolgokat sikerült megtanulnom a PPH keretében Szedlacsik Miklós mesterkócstól, amit gyerekkorban sem a szülők, sem az óvodában, sem az általános iskolában nem tanítottak meg. Az élet tiszteletéről tart képzéseket, ezt próbálja meg átadni, hogy hogyan is kéne viselkedni az élet tiszteletén. Itt a tiszteletben benne van, hogy hogyan bánjunk a gyerekeinkkel, a szüleinkkel, a másokkal, a pénzzel, a munkánkkal, az Istennel, és még sorolhatnám, most nem jön eszembe több. Szedlacsik Miklós piacvezető posztot ért el 4 különböző területen is. Ő az anyag világából indult, pénzügyi területről indult főként, de aztán sikerült évek alatt átnyergelni a szellemi területen, és most szellemi területen próbálja oktatni a kedves jelenlévőket és a videó és a rádió hallgatókat. A mögöttem egy nagyon szép mozaik fal van, erről majd az előadás végén fogok beszélni. Megkérem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki hisz valamilyen felsőbbrendű lényben? Azt tegye fel a kezét. Oké. Ki az, aki nem hisz? Csak mert nem láttam mindenkinek a kezét fönn. Van, aki tartózkodott ettől a kérdéstől? Egy hölgy, igen. Tehát akkor a többiek hisznek, egy valaki pedig még nem tudja. Oké. Na most akkor szeretném megkérdezni, hogy mennyire, ugye az imént említette Zsolt, hogy tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Mi baj van a világ haladásával? Anyagiassá vált? És azon kívül, mi baj van még a világ haladásával? Sok az elnyomás? És még? Igazság. Sok az igazságtalanság? Etikátlanság. Azon kívül? Tessék? Mondhatni azt, hogy ki is zsákmányolják az embereket? Aha. Értem. És gondolkoztatok-e már azon, hogy mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ?
Tehát szerintetek mi várható? Mit értesz azon, hogy vesztébe rohan? Tehát kipusztulunk, vagy mi lesz? Nem? Összeomlik minden? Aha. És annak mi lesz a következménye? Hát akkor csak kipusztulunk, nem? Valamennyi megmarad? Aha. Zsolt nem beszélt arról, hogy van egy érdekes képességem, hogy tehát illetve több olyan képességem, ami ilyen különlegesnek mondható. Többek közt, hogyha mondjuk olyan dologról tanulok vagy hallok, ami az ember vagy az élettel kapcsolatos, akkor kapok hozzá információkat. De nem úgy, hogy mit tudom, hirtelen elém kerülnek olyan írásos anyagok, vagy olyan videók, nem. Hanem kapok információkat fentről. És ugye ez most már olyan 10 éve kapom ezeket az információkat. Többek közt olyat is, hogy milyen, mi várható a jövőben. De olyat is, hogy mi volt a múltban. Például olyat is, hogy hogy jött létre a világegyetembe az élet. Ezt nem olvastam sehol. Nem is tudtok utána nézni ennek az interneten, csak max az én előadásaimban. Tehát olyan információk, ami a múlta és a jövővel kapcsolatos. Illetve olyan információ, hogyha például bármilyen problémát előhozol az életben, akkor ha sose találkoztam vele, akkor is körülbelül 3 percen belül megkapom a választ, hogy mire a megoldás. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan képességekkel rendelkezem, amivel nem túl sok ember a bolygón, és akkor a múlttal kapcsolatosan is kaptam információkat, természetesen olyanok is voltak, aminek utána tudtam nézni, meg olyat is, hogy mi várható. Akkor mondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot. Ugye az imént azt mondtátok, hogy hisztek valamilyen felsőbbrendű lényben. Ő neki mi a szerepe az emberiségre vonatkozóan? Vagy a felsőbbrendű lényekben esetleg, akkor többes számba is fogalmazhatnánk. Most, hogy kinek egyes szám, vagy kinek többes szám, ez most részletkérdés. Tehát, hogyha csak azt nézzük, hogy mik a bibliai tanítások, akkor ugye már olyanról van szó, hogy volt az Isten, meg az Isten fia, de az már kettő, az már nem egy, nem? Tehát akkor már is többes számról kellene beszélnünk. Illetve többes számban kellene beszélni a fentiekről. Na mindegy, de nem is ez a lényeg, hanem ugye gondoljátok végig, hogy vajon a fentiek, vagy a Istennek, hát mi a szándéka velünk, szerintetek? Tehát miért vagyunk mi itt? Tehát azért, hogy egyre rosszabbul intézzük a dolgainkat? Tehát mit tudom én, hogy szó szerint, amit ti mondtatok, hogy tönkretegyük a Földet, de ezért vagyunk itt. És akkor gondoljátok, hogy ezt fönt hagyják sokáig? Föntről. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ezt föntről sokáig hagyják, akkor az egy balga ember. Miért, ha például mondjuk valamilyen kártékony elem, mondjuk vakond lenne a kertedbe, és mindent kitúrna, hagynád sokáig? Előbb-utóbb besokalnál, nem? És mit csinálnál vele? Hát kiirtanád, nem? És gondolod, hogy sokáig fogják azt hagyni, hogy
ezt csináljuk. Itt két megoldás van. Vagy nem teszünk semmit, és hagyjuk, hogy a rossz eluralkodjon a Földön, mert ahhoz nem kell csinálni semmit, a rossz az eluralkodik, hogyha jobban megnézzük, nem? Tehát elég, ha jó emberek nem csinálnak semmit, nem? És akkor szépen, fokozatosan egyre rosszabb és rosszabb lesz. Vagy teszünk azért, hogy jobb legyen, nem? És akkor azt gondolná az ember, de hát mi itt tehetünk azért, hogy jobb legyen a bolygón. Illetve hát az egész bolygónak jobb legyen. De hát a bolygót mi határozza meg? Hát az emberiség, nem? Tehát jelenleg ez így van, hogy vagy tönkre tesszük, vagy felvirágoztatjuk a bolygót, nem? És ez tőlünk függ, emberektől. Hát mondhatni azt, hogy vagy tönkre tesszük a bolygót, vagy megmentjük, nem? De ha nem teszünk semmit, akkor mi fog történni? Akkor jobb lesz? Na, biztos nem. Na most nézd meg az életedben bármilyen történést, ami negatív volt az életedben. Tehát bármilyen negatív történés, amit úgy nevezünk, hogy probléma. Kinek voltak már problémák az életében? Bármilyen jellegű? Ugye költői a kérdés, mert ember nincs, akinek nincs problémája, nem? Vagy nem volt? Szóval lényeg az, hogy mindenkinek volt problémája. És volt már olyan probléma az életedben, amit megoldottál? Kinek volt ilyen? Oké. Na most figyeld meg, hogy mi kellett a probléma megoldásához. Na mi kellett hozzá? Nagyon egyszerű dolog. Tudás, nem? Tudás. Bármilyen probléma megoldásához tudásra volt szükség, nem? Ha valamilyen területen nem volt tudásod, és jött egy probléma, akkor azt nem tudtad megoldani. Nem így volt? Tehát minden probléma megoldásához tudásra van szükség. A tudatlansággal nem lehet megoldani problémákat, nem? Tehát minél tudatlanabb az ember, annál több problémát okoz magának, nem? Meg a környezetének. Nem így van? És valahogy nem azt veszed észre, hogy megpróbálják az embereket egyre tudatlanabbá tenni? Hát megnézed a... ugye mindnyájan jártunk iskolába. Az ember és az élet működéséről sokat tanítottak? Az iskolákban? Kinek van gyereke? Vagy olyan, aki még iskoláskorú? Vagy olyan, hogy már volt iskoláskorú? Jó? Olyan is, jó? Tehát akkor, hogyha most iskoláskorú vagy, volt iskoláskorú a gyereked, akkor valamennyire emlékszel, hogy mit tanítottak neki, nem? És nekik tanították azt, hogy hogyan kell működni az életben, hogyan érdemes működni az életben, hogyan kell megoldani problémákat, hogyan kell megelőzni problémákat, az élethelyzeteket hogyan kell kezelni, célokat hogyan kell kitűzni és megvalósítani. Tanítottak nekik ilyeneket? Valahogy ezt elfelejtették, nem tanítani? Hát miket tanítanak az iskolákban, vagy miket tanítottak nekünk is? Olyan dolgokat, az írás, olvasás, számolás, alapművelőti számoláson kívül, amit soha semmire nem tudunk használni, nem? Tehát totál felesleges dolgokat tanítottak ezeken kívül. Nem így van? Nem olyat kellett volna tanítani, hogy az élethelyzeteinket hogyan kezeljük? Hogy hogyan működik az élet, hogyan működik az ember? Ha mondok csak egy példát az ember működésével kapcsolatban. Nincs olyan betegség a Földön, ami emberbe jelentkezne, amit ne a lélek hozna létre az illetőben. Még egy fertőzést is. Ezért van az, hogy bizonyos emberek a fertőzéssel szemben ellenállóbbak, sőt, teljesen ellenállók, mások meg nem. Tehát bármilyen hatalmas fertőzés volt a bolygón, mindig voltak túlélők. Sőt, olyanok is, akik meg se betegedtek. És lehet, hogy a többség meg meghalt. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember nem ismeri az ember működését.
Például mennyire lenne fontos az, hogy az ember tudja, hogy hogyan bánjon önmagával? Fontos lenne? Tanítják suliban? Hogyan bánjunk a párunkkal? Tanítják? Tehát, hogy egy férfi hogyan bánjon a nővel, a nő pedig hogyan bánjon a férfival? Tanítják? Kellene? Azt, hogy hogyan bánjunk mondjuk a szüleinkkel, tanítják? Nem. Hogyan bánjunk a gyerekeinkkel, mondjuk hogyan neveljük a gyerekeinket? Tanítják? Nem. Hogyan bánjunk a munkánkkal? Tanítják? Hogy minél többet kihozunk belőle? Tanítják? Nem. Hogyan bánjunk a pénzzel? Tanítják? Nem tanítják. Hogyan bánjunk a környezetünkkel? Azt se tanítják. Hatóságokkal? Hogyan bánjunk? Tanítják? Hát az önkormányzat is egy hatóság. Nem? És éppen önkormányzati épületben vagyunk. És hogyan bánjunk a teremtőnkkel? Vagy a lelkünkkel? Tanítják? Tanítanak ilyeneket? Kellene ezeket tanulni vajon? Tehát kellene rendelkezni információkkal ezen a területen? Ezeken most itt átlépünk. Na, nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, illetve a lelki fejlődésre. Vajon mit jelent az, hogy lelki fejlődés? Tudjuk? Na, majd beszélek róla egy kicsit. Egyedülállóan itt minden tudás rendelkezésre áll ezekkel kapcsolatban. Tehát, ha valami tudás hiányzik, akkor mondjuk, ha akarok róla beszélni, megkapom róla az információt. Ha kérdezel valamilyen tudásról, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos, akkor mondjuk 3 percen belül megkapom az információt. És ezt úgy csináljuk, hogy a legkedvezőbb feltételek mellett, hogy bárki számára elérhető legyen. Például a képzések élőben mennek szerte a világban, azoknak számára, akiknek ránk találtak, vagy jogosultságuk van. Például a beírod a YouTube-ra, tehát a YouTube-ra, hogy Szedlacsik Miklós, egyetlen más magyar előadót nem találsz, akintől annyi videót látsz fönn, saját feltevésben, mint tőlem, méghozzá ezekben a témákban. Tehát ami azt jelenti, hogy saját feltevésben van több mint 680 fönn, 680 előadás. És plusz azok, amit nem én tettem föl. Tehát ezek ugye az elmúlt időszakok díjmentes előadásai. És mind olyan képzések, ami tudatosságébresztő, tudatosságfejlesztő. Ez most nem érdekes? Haladjunk. Azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak. Tehát, hogyha az ember képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megelőzze, illetve megoldja, a céljait megvalósítsa, és ebben segítsen másoknak, akkor az ember képessé válik arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Nem ezért születtünk, hogy erre képesek legyünk. Szeretetben, békében és boldogságban élni. És így együttműködni emberekkel.
Ezt látjuk, hogy ez van. Nem. Ezért nem kellene tennünk. Egyedül lesz, ehhez nagyon kevés vagyok, és kevesek vagyunk. Külön-külön, de együtt nem. Mi azért dolgozunk, hogy az emberiséget eljuttassuk egy új korszakba. Ez a korszak úgy működne, hogy az emberek képesek az egész bolygón szeretetben, békében és boldogságban élni. De ez nem utópia. Nehogy azt hidd. Mert tudod, mit tudok, ezt is tudom, mert információban megkaptam, és azóta megfigyeltem, hogy ez így van. Hogy akik nem hajlandók fejlődni, azt kivonják az élők sorából. Tehát ezért nézd meg mostanában, mondjuk az elmúlt 5-10 évben a halálozásokat az ismeretségi körödben. Olyan halálozásokat nézi elsősorban, ami így hirtelen, különösebb előzmény nélkül történt meg. És ezeknek a száma és az aránya megszaporodott az elmúlt 5-10 évben. Hirtelen úgy halnak meg emberek, hogy mit tudom én, mondjuk lefeküdt, és nem kelt föl. Vagy mit tudom, éppen telefonált, és telefonálás közben meghalt. Stb. Tehát egyre több az olyan haláleset, ahol hirtelen átmenet nélkül kivonják a forgalomba. Vagy olyan, hogy nagyon hamar elhatalmasodik rajta a betegség, mondjuk pár hét vagy egy-két hónap alatt, és meg is hal. Tehát az azt jelenti, hogy szépen vonják ki azokat az embereket, akik nem hajlandók fejlődni. Na most, kettő szerep van a bolygón jelenleg. Tehát vannak a jó emberek, ezeket én úgy szoktam nevezni, hogy szociális emberek. És vannak az elnyomók. Ezeket úgy szokták nevezni, hogy antiszociális. Tehát az elnyomók azt csinálják, hogy lehetetlenné teszik a szociális emberek életterét. Ellehetetlenítik. Tehát az antiszociálisok úgy gondolják, hogy ők akkor élnek túl, hogyha a környezetükben lévő emberek, azok nem zavarják őket. És akkor szó szerint úgy működnek, hogy ellehetetlenítik azoknak a működését. Minden ötödik veszélyes elnyomó a bolygón. Tehát minden ötödik ember. Tehát elnyomó. És képzeljétek el, ez úgy működik, hogy az elnyomók további, tehát az elnyomók az 20%-ot tesznek ki a bolygó lakosságában. És további 60%-ra van közvetlen hatásuk az elnyomóknak. Ami azt jelenti, hogy ha egy elnyomó elnyom egy szociális szemét, mondjuk a munkahelyeden van egy antiszociális személy, és te szociális személyként ott dolgozol, és a környezetedben van egy antiszociális személy, tehát egy elnyomó, kifejti az elnyomást a munkahelyeden, te meg hazamész, és elnyomod a náladnál gyengébbet. Így működik a szociális ember, hogy továbbadja az elnyomást. Ezért látod azt, hogy mintha az emberek 80%-a az elnyomoskodna. De a 60% az nem elnyomó, az csak elnyomott, és továbbadja az elnyomást. Na most, az elnyomóknak van egy szerepe. Tehát a fentiek azért engedik az elnyomást, hogy az elnyomók által éred azt el, hogy rossz hangulatban legyél. Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, ez a következő. Egy ember, ha nem boldog, akkor a környezetében elnyomó tevékenykedik. Tehát olyan környezetben él, ahol elnyomás
van. Világos ez? Ez egy szabály, ezzel nincs kivétel. Tehát az emberek ezt nem tanulták, fogalmuk nincs, hogy a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Fogalmuk nincs. Nem is tudják, hogy lehet felismerni őket, mert ugye, még egyszer mondom, nagyon hasonlít az elnyomott, meg az elnyomó működése. Tehát nagyon hasonló. Annyi a különbség, hogy a szociális ember az magától nem nyom el, az csak úgy akkor kezd elnyomoskodni, amikor őt elnyomják. Világos ez? Az elnyomó az pedig direkt, benn, egy ilyen belső működés alapján nyomja el a többieket. Szóval az elnyomóknak az a szerepe, hogy az embereket, emberek hangulatát elrontsák. Mert ha az emberek körül nem lennének elnyomók, akkor az emberek boldogok lennének. Tehát még egyszer mondom, ha egy ember nem boldog, akkor olyan környezetben él, ahol elnyomást kap. Világos ez? Na most, miért kell az embereket, a hangulatát lejjebb vinni? Mert egy elérték, ugye, ha van hiszel felsőbbrendű lényben, akkor valamilyen szinten talán tudod is, hogy vannak olyan lények is, ami nem felsőbbrendű, hanem gonosz. Nem emberi lényekről beszélek. Tehát ahogy van Isten, tudjuk jól, hogy van Sátán is, nem? Na most a Sátán az nem jó, hanem az gonosz. És a Sátán érte el a fogyasztói társadalom működését a bolygón. A fogyasztói társadalom pedig teljes egészében az anyagról szól. Na most az embereket, ha megnézed, szépen vesznek bele az anyagba. Tehát nem szellemi céljaik vannak, hanem anyagi természetű céljaik vannak. Tehát nem abszolút semmi szellemi céljuk a legtöbb embernek nincs, kizárólag anyagi természetű célja. Na most, mivel az emberek belevesztek már a fogyasztói társadalomban, tehát a fejlett ipari társadalomban belevesztek az anyagba, szó szerint, és csak anyagi természetű céljaik vannak, ezért ebből úgy lehet őket kihúzni, hogy egy ember úgy működik, hogyha nagyon rossz állapotba kerül, tehát ezt úgy szokták mondani, hogy megy lefel a gödörbe, akkor a gödörbe, a gödör alján már csak kétféle választás van. Vagy elkaparja magát az ember, tehát magyarul meghal, vagy elhatározza, hogy kimászik a gödörből. Oké? Na most, ez mit jelent? Mondjuk gondoljátok végig. Soha a magyar társadalom, de az egész nyugati társadalom ilyen mértékben nem volt eladósodva, mint most. Még 2008 előtt sem. Tehát mikor volt a válság. Tehát már sokkal nagyobb az adósságállomány, mint valaha volt. Tehát nem tudom, egy friss adat, hogy 2013 óta meg 7-szereződött a fogyasztói hitelfelvétel, éves szintű fogyasztói hitelfelvétel. Ez egy konkrét adat, itt Magyarországon. Tehát most 7-szer annyi hitelt vettek föl, úgyhogy még nincs karácsony, már ebben az évben, mint 6 évvel ezelőtt. A teljes évre vonatkozóan. Tehát még nem zárult le az év, ugye? Még a legtöbb hitelt most fogják fölvenni az évben. Úgyhogy, na nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy most gondolj bele, hogyha hirtelen most lenne egy gazdasági válság, mondjuk egy akkora, mint 2008-ban, vagy nagyobb, akkor mi lenne itt? Nagyon sok ember nincstelenné válna. Világos ez?
Na most, az ember úgy működik, ha nincs semmije, akkor nincs mit veszítenie. Tehát akkor van mit veszíteni, ha rendelkezik vagyonnal. De ha nincs semmi, akkor nincs mit veszítenie. És tudod, miért fél a legtöbb ember? Mert fél attól, hogy elveszíti azt, amilyen van. De ha nincs semmije, nincs mit elveszíteni. Nincs mitől félni. Akkor már egy dologtól félhet, hogy elveszíti az életét. De attól most is félnek az emberek. De ha elveszítenek mindent, akkor elveszítenek minden félelmüket egy kivétellel, az életükkel kapcsolatos félelem kivételével. Na most, és erre vannak fenntartva az elnyomók, hogy ezt elérjék a bolygón. Komolyan? Mert akkor az emberek rádöbbennek arra, hogy Istenem, az anyag az nem segít. Csak a szellemiség segít. Ezért van egy mondás, hogy lehetnek ugye az emberek ateisták, tehát nem Isten hívők, de a zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Mert a zuhanó repülőn mindenki azt mondja, hogy ja Istenem, segíts! Tehát amikor nagy baj van, akkor jönnek rá az emberek arra, hogy az anyag nem megoldás. Az anyag az csak egy eszköz a sátán kezében. Tudod miért? Hogy a lelkedet megvegyék. Mert nézd meg, a legtöbb bűnözés, ami a Földön van, az anyag miatt történik. Hogy elvegye a másiktól az anyagot. Világos ez? Tehát a legtöbb bűnözés, ami a Földön van, a bűnözések 98-99%-a az anyag miatt van, az anyagért van. Tehát az emberek azt gondolják, hogy az anyag fontos, ezért fogja és elveszi a másiktól. Csak arra nem gondol a legtöbb ember, hogy te nem egy állat vagy, tehát mi emberek nem állatok vagyunk, hanem értelmes, gondolkodó lények. Ami azt jelenti, hogy mi úgy keletkeztünk, valami furcsa oknál fogva, ebben teljesen egyedülállóak vagyunk a világban. Ugyanis a világban kétféle lény létezik. Vannak a nem értelmes lények, és vannak az értelmes lények. Tehát a nem értelmes lényekben vannak a növények, az állatok, és az értelmes lényekben pedig vannak az istenszerű lények. A mi értelmezésünkben istenszerű lények. Tehát a gondolkodó, gondolkodni képes lények. És nem tudom, te tudod-e, hogy mi hogy jöttünk létre? Ebből a kettőből hoztak létre minket. Az állatból és az isteni lényből hoztak létre. Tehát ezért van az, amikor egy ember rossz hangulatban van, és gonoszságokat cselekszik, akkor azt mondják rá, hogy az állatja. Mert úgy működik, mint egy állat. De amikor egy ember jó hangulatú, akkor kijön belőle a teremtő. Ami azt jelenti, hogy elkezd teremteni. Ha próbálj már rossz hangulatba teremteni, csak rombolni tudsz. Jó hangulatba viszont teremtesz. Rossz hangulatba meg rombolsz. Állat nem teremt. Max a odúját vagy a fészkét kiválja, az odúját vagy a fészkét létrehozza. Ez ennyi.
többi az nem teremtés. De az ember nagyon képes a teremtésre, de csak egy jó állapotú. Tehát amikor jó állapotban van az ember, akkor az Isten lénye nyilvánul meg. Amikor rossz állapotú az ember, akkor pedig az állati lénye nyilvánul meg. És az emberiség ezen a területen, az egész világ egyetemben teljesen egyedülálló. Milyen kettős lények vagyunk. Rossz állapotban elkezdünk úgy működni, mint egy állat, de elsősorban a legtöbb ember, hála Istennek, nem vadállatként kezd el működni, hanem házi állatként, tudod. Tudod, mit csinál a házi állat? Az be van idomítva. És a legtöbb ember a szuperul be van idomítva. Nehogy azt mondta, hogy az nem beidomítás, hogy reggel csörög az óra, mész időre dolgozni, utána meghatározzák, hogy meddig kell dolgozni, akkor utána hazamész, elvégzed az otthoni dolgokat, másnap megint csörög az óra, és megint mész dolgozni. Hát ezt beidomítottak, hogy ennek így kell lenni. Tehát az idomítás működött. De nem tudom, neked ez hogy tetszik, mert nekem ez sose tetszett. Ez a beidomított működés, ezt utáltam. Csináltam én is 13 évig. De azért most már lassan dolgozom, mennyi? 39 éve, és abból csak 13 év volt az idomított. Tehát lényeg az, hogy benned van egy olyan fajta működés, ami teremtői mi voltodat mutatja. Tehát minden emberben van, de ha rossz állapotban vagy, akkor ez el van nyomva. Ha jó állapotban vagy, akkor képes vagy a teremtésre. Sőt, képes vagy olyan dolgokat létrehozni gondolatilag, amit sajnos nem tanítottak, hogy kell megcsinálni. Tehát mondok dolgokat. Ha te bármilyen életterületeden, milyen életterületek vannak, Zsolt beszélte erről egy pár gondolatban, mert az imént én is már, de gyorsan megmutatom. Itt vannak az életterületek. Itt a 10 életterület. Önmagad, párod, szülőd, gyereked, mások, munkád, pénz, környezet, hatóságok, teremtő, itt a 10 életterület. Tehát ezt a 10 életterületet az embernek tudnia kellene jól bánni ezzel. És akkor úgy működik az ember, ha rossz állapotú, akkor ez a 10 életterületeken hibázik. Egy jó állapotú ember, amikor az isteni lénye megnyilvánul, akkor pedig ezeket jól kezeli. De ahhoz, hogy az ember jó állapotba kerüljön, ahhoz tudnia kell, hogy tudja ezt elérni. Szolgaként nem lehet jó állapotba kerülni. Tehát vagy szolga vagy, és rossz állapotban maradsz, vagy elhatározod, hogy szabad leszel, és akkor egyre jobb állapotba kerülsz, és amikor szabad leszel, akkor már jó állapotban leszel. Tehát nincsenek szolgák, jó állapotban lévő szolgák. Tehát az emberben lévő lélek, az szabadnak született. Na akkor beszéljünk erről a lélekről egy kicsit. Lehet, hogy egy kicsit meredek lesz, amit mondok, jó? De amikor én ezekről a dolgokról, mondjuk a lélek dolgáról először hallottam, akkor úgy voltam vele, hogy melyik a jobb nekem? Azt, amit hallottam esetleg erről, és hallottam olyan dolgokat, vagy az az új információ a jobb nekem? Jó, tehát ezeket az információkat te is próbáld meg így értékelni, hogy melyik a jobb, azt, amit eddig tudtál erről, vagy az a jobb neked, amit most tőlem fogsz hallani. Tehát a teremtő, az egyszemélyes teremtő hozta létre a világegyetembe az összes lelket. Sőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy nem jutott eszembe a
Igen, megvan. A kvantumfizikusok megállapították, hogy mindenben benne van egy nagyon érdekes energia, ugyanaz az energia. Ugye a kvantumfizikusok már látják az energiát is. A fizikusok még nem látták, azok az atomig jutottak el. A kvantumfizikusok pedig már az energiáig eljutottak, tehát látják az energiát. És rájöttek arra, hogy minden dologban, tehát mindenben benne van egy egységes teremtői energia. Tehát minden dologban. Tehát olyan, mintha egyből származna minden. Ez nem olyan, mintha, hanem ez így is van. Tehát minden egyből származik, mindenben benne van a teremtőnek az energiája. Tehát minden van, a levegőben is. Különben nem lenne levegő. Tehát mindenben. Na most, a lélek az meg kifejezetten a teremtőből van. Tehát a lélek az egy energia, méghozzá egy értelmes energia. Világos ez? Az a különbség az anyag és a lélek között, hogy az anyagot látod, a lelket meg az öt érzékszerved, de nem érzékeled. Tehát minden emberben van egy olyan lélek, amely azonos a teremtő lelkével. Ugyanis úgy jöttek létre a lelkek a világegyetemben, hogy az atya teremtő, az első számú teremtő a világegyetemben önmagát megosztotta. Erre más lélek nem volt képes a világegyetemben, csak ő és kizárólag. Tehát szépen megosztogatta magát. Milliárd és milliárd lelkeket hozott létre az évmilliárdok során. Világos ez? És másfél millió évvel ezelőtt befejezte a lelkeknek a teremtését. Az önmagából való osztódását. Befejezte. Másfél millió éve nincs lélekteremtés. Ami azt jelenti, hogy azóta van lélekteremtés, amit számszakilag nem tudsz kifejezni, nem tudunk itt a Földön kifejezni. Azóta van lélekteremtés. És a te lelked, ami benned van, nem tudom, ki az, aki hisz a benne lévő lélekben? Azért tegye már föl a kezét, hogy benne van egy lélek. Oké, ki az, aki nem hisz ilyenbe? Oké, mindenki föltette az előbb a kezét, rendben, hisztek abban, hogy van benned egy lélek. Na most ez a lélek, most kapaszkodj meg, ez sok millió éves. Tehát másfél millió évnél nem tud fiatalabb lenni a benned lévő lélek. Na most akkor gondolj bele, melyik a jobb neked. Hogy van egy olyan lelked, amit most jött létre, mert ezt tanítja a Biblia, ugye? Vagy legalábbis a papokat így tanítják, hogy ezt tanítsa a népnek. Hogy hívják, a teológiában ezt tanítják, eszembe jutott a szó. Na szóval, vagy pedig melyik a jobb neked, hogy van egy öreg lelked? Tehát ez a másfél millió éves lélek, minimum másfél millió, tehát itt most a teremben körülnéznénk, akkor azt mondanám, hogy itt jóval idősebbek vagytok, mint másfél millió éve. Nem a testetek, a lelketek. És akkor fölmerülhet benned egy olyan kérdés, jó, de hát akkor mi történt a lelkeddel ez idő alatt? Hát nagyon egyszerű, mert ugye egy lélek, az tud úgy létezni, hogy test nélkül. Tehát most képzeld el, egy lélek képes arra, hogy test nélkül létezzen. Ami azt jelenti, hogy számára nincs olyan, hogy lehetetlen. Tehát, most mondok példát, az egyik pillanatról a másikra a világegyetem bármelyik pontján meg tud jelenni a lélek. Tehát nem kell neki közlekedési eszköz. Nincs olyan,
hogy fázik. Nincs olyan, hogy etetni kell. Nincs olyan, hogy itatni kell. Tehát nincs szükségre ételre, italra, ruhára. Ami azt jelenti, hogy nem számít, milyen hideg van, a lélek nem fázik. Nem számít, hogy milyen meleg van. A napban valami 5 millió fok van. Nem számít neki az 5 millió fok. Tehát maga a lélek az egy elpusztíthatatlan energia. Minden energia elpusztíthatatlan, maga az energia. De a lélek, mivel tisztán energia, csak értelmes energia, elpusztíthatatlan. Tehát a te lelkedet nem lehet elpusztítani. Mielőtt megszülettél ebbe a testbe, az előző életed alapján kiválasztottatok egy családot, amiben beszülettél, megélted azokat az élethelyzeteket, amit az előző életedben, életed miatt meg kellett élni, és megkaptad feladatul, bevállaltad feladatul, hogy megoldod azokat az élethelyzeteket. De tudás nélkül nem lehet megoldani semmit. Na most, ha nem oldod meg ebben az életben azokat az élethelyzeteket, amit bevállaltál, semmi gond, akkor egy következő életben megint be fog születni, kiválasztod a családod, megint megkapod azokat az élethelyzeteket, amit meg kell élni, és megint van rá x éved, vagy évtizeded, hogy megold az élethelyzeteidet. És miért van ez így? Most képzeld el, az úgy volt, hogy gonosz isteni lények fogságba ejtettek lelkeket, és ide deportálták a földre. És szolgának hozták létre a testünket, az emberi testet, például bányászati célokra, hogy bányásszunk, stb. Tehát ilyen szolga létre. És ez akkor volt még, amikor mások voltak a naprendszernek az urai, fentiek. És rendszerváltás történt, tehát jobb lények jöttek helyettük sokkal, méghozzá a 13. században. És emiatt elkezdtek ide leküldeni olyan lényeket, akik felszabadítják az emberiséget ebből a fajta működésből, mert ez úgy működik, hogy bekerült az ember egy ilyen testbe, elkezdte csinálni a hülyeségeit, annak következménye a következő élet, ott megint csinálta a hülyeségeit, majd megint következménye a következő élet. Ha ezt hallottátok, ezt hívjuk karmának. Ezt a kifejezést hallottátok már. És akkor szépen ezt a karmát viszi tovább életről életre az ember. És akkor leküldtek olyan embereket, nem embereket, bocs, olyan lelkeket, akik egy fejlett tudattal rendelkező lélek. Tehát nem elrabolt, hanem bevállalták lelkek, hogy lejönnek tudást átadni. A 13. századtól. Igen ám, csak mivel a sátán itt még nagyban közreműködik, mert a földben maradtak maradványai a sátáni birodalomnak, földben, ugye nem véletlenül mondják, hogy alvilág, ezért itt ragadtak azok a lelkek, akiket leküldtek, hogy kimentsék az embereket. Miért? Az anyag miatt maradtak itt. Beestek az anyag fogságába. Meg a tudatlanság fogságába. És így rengeteg új lélek született le a földre. De a nagy része a bolygónak, aki itt van, kimentési célzattal jött le, és nem azért, mert
annak idején elrabolták. És például Jézus is így jött le, Buddha is így jött le, csak a nevesebbekről, meg még sok más. És itt vagyunk most, és a következő a feladat, hogy honnan tudni, hogy valaki, még mielőtt a feladatról beszélnék, közben egy gondolat, honnan tudni, hogy valaki milyen célzattal van itt? Hát, hogyha van benned egy olyan, hogy kellene valamit tenni ezért a bolygóért, az emberekért, az emberiségért, akkor te ezért jöttél erre a bolygóra. Ha ilyen gondolat sose volt benned, akkor te régi olyan lélek vagy, akiből már rég kinevelték ezt a fajta gondolatot. Tehát egy olyan régi lélek, aki már nagyon sok földi létet eltöltött itt. Hiszen nem tudom, tudod-e, hogy ez a hetedik emberiség. Tehát az elmúlt évmilliók során ez a hetedik emberiség. És 6 emberiséget már töröltek. És nem tudom, tudod-e, hogy 2012-ben törölni kellett volna ezt az emberiséget is. 2012. december 22-vel legkésőbb. És nem törölték. Tehát, hogyha nem azok az uraink lennének, isteneink, akik vannak, akkor az már ez az emberiség törölve lenne. Tudod, miért nem törölték? Mert sokkal jó ember. És van lehetőség arra, hogy az emberiség megváltozzon. Na most ebben én nem hiszek, hanem ezt tudom, hogy meg lehet csinálni. Én azt is tudom, hogy az előző életemben hol éltem. Nem ezen a bolygón. Én már voltam többször ezen a bolygón, de az előző életemben nem ezen a bolygón voltam. Hanem a Sirius-ről jöttem. És ott is tanító voltam. És ezt nem én találtam ki, hanem egy látó mondta el nekem. Tehát nehogy azt hitt, hogy ezt én találtam ki. Tehát egy olyan közösségben vagyunk, ahol mindenféle szellemi képességű ember van. Tehát csupa olyan, akinek ilyen-olyan valamilyen extra képessége van a többihez képest, az átlaghoz képest. És az egyik ilyen mondta nekem ezt. És ahogy ezt mondta, és kaptam föntről a választ, hogy ez így van. Tehát nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy van egy nagy feladatunk, szükség van 320 millió olyan emberre, aki képes tudást átadni az emberiség számára. 320 millióra. Tudást átadni. Erre nem túl sok időnk van, mert a 2012-es határidőt kitolták. Azt mondja, hogy 2035, jól mondom? 2034, igen, 2034-re. 2034. december 31-re. Kitolták. Az azt jelenti, hogy 2034-ig meg kell csinálni az egész bolygón az aranykort. Tehát az egész bolygón az aranykort. Az aranykor azt jelenti, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban képesek együttműködni. Ezt jelenti az aranykor. Addig kivonják azokat az embereket, akik nem hajlandók erre, és kivonják az elnyomókat. Az elnyomókat nem lehet megváltoztatni. Illetve nem éri meg megváltoztatni. Tehát nem lehet, vagy nem éri meg. Mert akkora energiát követelne, hogy egyszerűen nem éri meg. Na most, mi lesz az emberiséggel, vagy elmondták azt is. Mi lesz az emberiséggel, hogyha nem lesz aranykor? De ez csak egy
feltételezés, mert lesz aranykor. Akkor elkészült már egy másik bolygó. Egy olyan bolygó, amely a világegyetem szélén van. Tehát ez a bolygó, nem tudom, ezt tudjátok-e, hogy arra hozták létre, pont erre a célra, amiért vagyunk most, de ez akkor még a világegyetem szélén volt. És az alatt az évmilliárdok alatt már nem a világegyetem szélén van, hanem sokkal beljebb, mert már kijebb épül tovább a világegyetem. És a világegyetem széle környékén létrehoztak már egy olyan bolygót, ahova azokat a lelkeket egy ilyen testbe, mint a miénk, berakják. De nem lesz mobiltelefon meg tévé, hanem kőkorszaki körülmények. És akkor lehet megint avval a 20-30 évecskével éldegélni, mint ami itt volt régen, mikor kőkorszak volt. És akkor lehet ezt a karmikus működést megcsinálni szépen évezredeken keresztül, vagy akár évmilliókon keresztül. Na most az a legnagyobb probléma, hogy megértsd, jó? Két probléma van. Egy. Az előző emberiség váltásnál, mikor az előző emberiség törlésre került, akkor itt maradtak olyan lények a Földben, akik nem hasonlatosak hozzánk, és alacsony rezgésűek. Tehát az emberi lélek és az ember egy magas rezgésű lény lenne, ha jó állapotú lenne. Egy alacsony rezgésű lény csoport van a Föld mélyén. Azért már nem olyan kevesen vannak itt a sok évezred alatt, de lényeg az, hogy itt vannak. És ezeket a lelkeket nem tudják innen elzavarni, csak úgy, hogyha megemelkedik a bolygó rezgése. A bolygó rezgése meg akkor tud megemelkedni, ha az emberiség rezgése megemelkedik. De az emberiség rezgése nem emelkedik, hanem csökken. Ezt jó, ha tudjuk. Nagyon egyszer onnan tudod, hogy csökken. Hát a rezgése az embernek az, amilyen hangulatú. Egy jó hangulatú embernek magas a rezgése. Egy rossz hangulatú embernek alacsony a rezgése. Minél rosszabb hangulatú valaki, annál alacsonyabb a rezgése. Tehát ma az emberiség hangulata csökken, a rezgése ezáltal csökken. Tehát itt ebben a rendszerben, ami magas rezgésű lények tulajdonában van, nem az emberről beszélek, hanem a istenekről, magas rezgésű lények tulajdonában van, nem lehet egy olyan faj benne a Földben, amely alacsony rezgésű. Ezért, ha nem sikerül az aranykort létrehozni, akkor ezt a bolygót ugyanúgy szétrobbantják, mint a Mars utáni bolygót szétrobbantották, a Marduk nevezetű bolygót. Most az kis bolygó övezet, mert szétrobbantották a bolygót. Tehát nincs túlélés akkor. Világos ez? De nem miattunk nincs túlélés, mert innen fogják, azokat a testeket kimentik, a többi lelket meg összefogják és viszik a galaxis szélére. És ez nem, nehogy azt higgyétek, hogy ez most valami cifibe láttam. Nem találsz ilyen cifit, amiben ez benne van. Jó? Hanem ezeket információként megkaptam. És az első információ, tudod, mi volt? Hogy nekem kell létrehozni a saját közösségemmel az aranykort a bolygón. De azért mondanám, hogy az aranykorban nincs hatalom. Az embereknek nincs szüksége központi irányításra. Mert mindenki teszi a dolgát, hiszen mindenki szeretetben együttműködve képes dolgozni. Tehát ott nincs központi vezetés, felejtsd el. Ez csak itt van ebben a demokrácia nevezetű, meg a diktatúrának nevezett társadalmakban. Jó? Tehát ott nincsen. Tehát nincs központi hatalom. Most mondok egy dolgot. Tehát például a teremtői világban nincsenek törvények. Nincsenek. Nincsenek törvénykönyvek, nincsenek, amit be kell tartani. Hanem egyszerűen tudják a lelkek, hogy mi az etikus és mi az etikátlan. Világos ez? És annak alapján cselekszenek.
Oké? Tehát egy magas szintű léleknek nincs szüksége arra, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon, mert tudja, hogy mit csináljon. Világos ez? Már csak azért is, mert hogyha például nem ebben a testben lennénk, akkor képes lennél arra, hogy telepatikusan kommunikálj egy másik lélekkel. Csak ez a test nem engedi meg. Tehát nem lenne szükség arra, hogy beszélgessünk, mert minden gondolatunkat át tudnánk adni egymásnak, ha testen kívüli állapotban lennénk. Vagy egy olyan testben lennénk, amelyik erre alkalmas. Mert ez nem, ez direkt így lett megcsinálva. Tehát úgy van megcsinálva, hogy van itt egy boltozat, ami ezt blokkolja. Oké, ráadásul nem is tanítják, vagy tanították, hogy kell ezt csinálni? Hát nem. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és akkor most gondold végig, most te hittél valamit a saját életedről, meg saját magadról, és melyik a jobb, azt, amit eddig tanultál, eddig hittél, vagy esetleg az, amit most beszéltem. Na most gondold végig, most ha te azt hiszed, amit eddig hittél, akkor te mire vagy képes? Annyira, amennyit eddig életedben létrehoztál. De hogyha te rájössz arra, hogy benned egy olyan lélek van, amely sokkal többre képes, és gyakorlatilag a tested az csak egy gát, és az anyagba vetett hited meg még nagyobb gát, akkor egész más dolgokat tudnál létrehozni az életedben. Most gondolj bele, most valamilyen életet élsz, csinálsz napi szinten valamilyen feladatot, most melyik a nemesebb? Az, amit csinálsz, vagy létrehozni az aranykort? Tehát én nem azt mondom, hogy most a csapott papot hagyott, nem. Félre ne ért. Nem. Én csak azt kérdeztem, hogy melyik a nemesebb. Tehát én is úgy kezdtem, hogy még csináltunk mást, érted? És akkor szépen idővel átálltunk. Érted? És áthelyeztük a hangsúlyt erre a területre. És ez egy csodálatos dolog, emberek működését megváltoztatni. Tehát egész másként kezdenek el emberek működni, etikusan kezdenek el működni. Érted? És úgy kezdenek el működni, hogy képesek a gondolatukkal elindítani a teremtést. És úgy megvalósítani dolgokat, hogy az történjen, amit szeretnének. És ne az, amit nem szeretnének. Persze nem kell ebben hinni. Én meg tudom, hogy így van. Mert ugye Zsolt valamennyire beszélt erről, de azért szeretném elmondani nektek, hogy ugye 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től szervezek embereket, és 91-től van saját csapatom. Tehát saját csapatom. És 93-tól vezetek embereket. Ugye említette Zsolt, hogy az alatt 4 különböző területen lett ez a szervezet, amit úgy hívnak, hogy PPA, piacvezető. És abból 3 pénzügyi terület volt. Tehát az anyag, tudom mi az anyag, és a jelenlegi terület között a különbség. És ez a 4. területen Magyarország legnagyobb spirituális közössége, az a miénk. És ez nem csak magyar közösség, hanem a tanulóknak a több mint 20%-a az külföldi. Külföldön él. És a világ minden pontjáról, mit tudom, a legtávolabbi az Új-Zéland, ahonnan nézik most az élő előadást. Tehát most csak azért mondom, hogy lássátok, hogy egy olyan közösségről van szó, ami
ami azért dolgozik, mindjárt mutatom, hogy az embereknek a lelki fejlődése megtörténjen. Ma az emberek ezen a két szinten élnek. A biztonság és a túlélés szintjén. És az aranykor az a küldetés szintje lenne. Fel kellene jutni a küldetés szintjére. És ha az ember nem fejlődik, nem fog ide följutni. És ezt a három szintet meg kell élni. Tehát ha nincs valahova tartozás, akkor nincs negyedik, ötödik lelki szintse. Tehát az ember nem része egy olyan közösségnek, ahol végig tudja csinálni ezt a fejlődést, akkor nem lesz fejlődés. Tehát nekem az a küldetésem, hogy az emberiség számára eljutassam azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. És én ezt meg fogom csinálni. Nem egyedül. A társaimmal. És nem kevés társal, hanem nagyon sokkal. Még egyszer mondom, 320 millió tanítóra van szükség a bolygón. 320 millió tanítóra. És úgy van kialakítva a rendszerünk, hogy fő tevékenységbe lehet végezni. Tehát a megélhetésedet tudja biztosítani, ha ezzel foglalkozol majd. Érted? Egy csodálatos dolog, pénzügyi területtel foglalkoztam, nyomába nem lépett ennek. Tehát ezen piacvezetők vagyunk, ezen a területen. Tehát a szellemi területen piacvezetők vagyunk. És volt előtte, ugye említettem, három piacvezetői terület az anyagi területen. De az labdában nem rúgott ehhez képest. Tehát egész más emberekkel foglalkozni, és embereknek olyat adni, ami hiány. Ma pedig az élet minden területén működő tudás az egy óriási hiány. Hogy az ember minden élethelyzetét helyesen tudja kezelni, ez egy hiány. Tehát még egyszer mondom, az elmúlt 9 évben nem tudtak föltenni olyan kérdést az élet vagy az ember működésével kapcsolatban, hogy 3 percen belül ne kaptam volna választ. És ne adtam volna át a választ. Érted? Tehát ez azt a lehetőséget, hogy embereknek tudást adjunk át, ettől függ a bolygó sorsa. És ezt meg lehet csinálni. Ha most gondolj bele, számszakilag ki tudod számolni, hogyha mindenki csak egy tanulót hozna havi szinten, egyet. Mindenki csak egyet. 3 éven belül az egész bolygó tanulna. 3 éven belül. Ha mindenki csak egy tanulót hozna. Hát az azt jelenti, hogy 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, stb. Stb. Tehát mindenki egyet. És kiszámolod, és nem egész 3 éven belül az egész bolygó tanuló. Ilyen egyszerű lenne. Most egy tanuló az nem sok. Oké? Egyébként nincs más megoldás. Nincs más megoldás. Tehát vagy fejlődnek az emberek, vagy mennek a levesbe. Nincs más. Tehát, ha megnézed az ilyen jóslatokat, nem sokat adunk rá, de komoly problémákat jósolnak a jövőre vonatkozóan. És akkor mi lesz veled? Most gondolj bele, most szerinted a fentieknek melyik a tetszőbb dolog? Csináljuk azt a sok baromságot, mint eddig. Költsünk, vásároljunk, érted? Az anyag a legfontosabb dolog a világon. Hülyeség, hülyeség hátán, hűljünk, egyre hülyébbek legyünk. Vagy tanuljunk, fejlődjünk és oldjuk meg az élethelyzeteinket. És lehetőleg egyre kevesebb és kevesebb problémát hozzunk létre.
Szerinted melyik a szimpatikusabb számukra? Hát ugye én úgy gondolom, hogy a válasz az logikus, nem? És egyértelmű. Tehát ha az ember, a jó emberek nem tesznek semmit, még egyszer mondom, eluralkodik a rossz a földön. És ez van. Tehát a jó emberekkel elhitetik, hogy nem tudnak tenni semmit, dehogy nem. Tehát, hogyha te fejlődsz, hatással tudsz lenni a környezetedben lévő emberekre. Pozitív arányban, irányban. Tehát teljes pozitív irányban. Tehát ha te fejlődsz, akkor a körülötted lévő emberek is észreveszik, hogy hoppá, te jobbá váltál. És ez szimpatikus számukra. Tehát hatással, pozitív hatással tudsz lenni a környezetedben lévő emberekre. És akkor ez így tudna menni, ilyen robbanásszerűen, hogy egyre több és több ember elkezd fejlődni. Tehát nem tudom, te mit szeretnél, én biztos, hogy nem azt, hogy ezt a bolygót elpusztítsák. És akkor kimentsenek belőlem, mint tudom én, egy pár millió testet lelkestül, a többi lelket meg összefogdossák, azt deportálják egy külső bolygóra. Hát én biztos nem ezt szeretném. No, hát ennyi fért bele a mai első részbe. A második részben probléma megoldó coach képzésünk lesz. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És egészen 9:45-ig fog tartani a második rész, és betekintést tudtok kapni. Bár az fizetős képzés, de tudod mennyi a képzésünk? Azt mondja, egy havi képzés az 30 óra, és óránként egy képzés 330 forint. De nem óradíjat fizetnek az emberek, hanem havi képzésdíjak vannak. Tehát sehol semmilyen képzést nem kapsz 330 forintért. Az első hónap mondjuk eltér, mert az 660 forintra jön ki óránként. Tehát olyan áron nyújtjuk a megoldásokat az életre, mert az első rész az nem a megoldások. Az csak inkább az érdeklődés felkeltés, meg információ. Tehát olyan megoldásokat nyújtunk, hogy az életed minden területén boldogulj. Tehát módszerek, és ebben a módszerekbe betekintést kapsz. És pont a probléma megoldó coachképzés második hetében vagyunk, és ez egy 9 heti képzés. Konkrétan ez. Az összes képzésünk jelenleg 36 hónap. Bele tudsz kóstolni ebben most, vagy akár egy hónap erejéig, vagy akár még hosszabban. Tehát nincs ilyen kötelező, hogy mit tudom én, meddig kell itt részt venni. De egy életre szóló tudás, tanulás lehetőséget nyújtjuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házigazdánknak, további szép estét és jó tanulást. Szeretlek benneteket, sziasztok! Remélem mindenkinek megemelkedett a vezgése, ezáltal a hangulati szintje is. És most, amit megígértem, a házasságkötő mozaik képről fogok egy kis előadást tartani, mindjárt egy átrendezzük a... Szóval egy mozaik kép van mögöttem, ez 30 négyzetméteres üvegmozaik. Az alkotója Kustár Zsuzsa iparművész készítette. 1988-ban készült, egy évig készült ez az alkotás, ami különös dolog, hogy a művésznő megálmodta ezt a falat. Nem tévedés, álmába kapta meg azokat a képeket, amiket később leajzolt és kivitelezett a mozaikban.
Kustás Zsuzsa Nagykanizsán élt, akkor még néhány évvel ezelőtt halt meg, és Nagykanizsáról járt ki. Ő maga helyezte be a mozaik darabkákat a jelenlegi helyére. Az a címe a falnak, hogy a párosító szerelem mesélje, és egy mesét mesél el, ami meseszimbólumokból és álomszimbólumokból tevődik össze. Ugye mondtam, hogy álomfejtéssel is foglalkozott ez a Kustás Zsuzsa, és minden darab, minden figurának, motivumnak megvan a jelentése, hogy miért oda került, és miért ilyen lett. De még előtte a teremről annyit mondanék el, hogy azt is ő kérte, hogy egy olyan íves mennyezete legyen, ami hasonlít egy hajónak az aljára, ami föl van fordítva. Most amikor egy házasságkötő teremben vagyunk, és amikor bejön a mennyasszony és a vőlegény a fallal szembe, ide jön a falhoz, akkor látja, hogy valami nagy felfordulás van, mert fölül a hajó és alul a víz, mert itt ilyen hullámok is látszanak. Valami sugallata lehet neki, hogy itt valami nagy felfordulás lesz, ha ő házasságot köt. Hát így is van, nagy változás egy házasság az ember életében. A jelenlévők ugye tudják, akik már házasok. És ez a változás főleg a nőknél jellemző, és a képnek a jobb oldala a nőkről szól, a képnek a bal oldala pedig a férfiakról szól. Ugye ez volt egyik elosztása a képnek, hogy jobb és bal oldal, férfi-nő, de van egy függőleges elosztása is, ami a test, lélek, szellem, mint ábrázolja. Középen van egy üveghegy, ez a test, aztán a sötét kék mező az a lélek, és a világos kék mező pedig a szellem, de Szent Lajos Miklós sokkal jobb elnevezést talált ki a szellemre, mert itt nagy gubancok vannak a szellem, a Szent Lélek, meg a Szent Szellemmel kapcsolatban. Ő az elmét használja, és sokkal jobb az elme szó a világos kék mezőre. Az a cél ugye, hogy az anyagi világból az elme világába jussunk, szellemi szinten, spirituális szinten. És van még egy idő dimenzió is a képen. Vannak ilyen sárkányok, ezek az ellenerők, a lehúzó erők, amik gátolnak a fejlődésünkbe. És az első a sárkány az életünk kezdetén, az életünk delelőjének középen az nagyon sok fej, és a harmadik pedig az életünk végén. A sárkányfejek száma attól is függ, hogy mennyire engedjük eluralkodni magunkban a rossz dolgokat. Nekünk kell ezeket a negatív erőket kordába tartani, és a sárkányok alján vannak ezek a kard vagy tőr. Itt a középen egy férfi is megpróbálja kiirtani magában a negatív dolgokat, a lehúzó dolgokat. A hullámok pedig itt azt jelképezik, hogy a bennünk lévő indulatok, vágyak, azok a rossz dolgok, amik felett újra kell lennünk az életünk folyamán, ezeket kell kordába tartanunk, megzaboláznunk, hogy az életünk sokkal kellemesebb, merevbe folyjon tovább. Van két tojásdad alakban, a női oldalon egy nő fekszik, a férfi oldalon egy férfi, és egy bagoly van a kezükben. Ez akkor van velünk, amikor elvonulunk, és a házasság előtt, amikor még nem tudjuk, hogy ki lesz a párunk, megtudakolják mind a férfi és a nő is, hogy ki az ő választott csillagpárja, kivel kellene házasságot kötni, hogy nagyon boldog házasságot
tudjanak megélni. A bagoly a lélek jelkép, de ugye a bagoly a bölcsesség is, és a nagy szemei vannak, azzal a sötétben is jól lát, ki tudja puhatolni, hogy ki is a csillagpálya neki. A csőjéből ilyen ágak, leveles, lombos ág nő ki. Ezt ugye a magyar népmeségből ismerjük. Az elején így kezdődik minden, ezek a rajzfilmek a magyar népmesében, hogy a madár eldalolja a mesét. Itt is az ágak a beszédnek a képi megjelenítését szimbolizálja. A bagoly elmondja mind a kettőnek, hogy ki az ő csillagpálya, és akkor fönti segítséggel össze fognak találkozni valamikor. Miután összetalálkoznak, a kép tetején látszik, hogy a nő és a férfi is közös fészket épít, családi fészket, és a legtetejében, a fészekben egy madár van, ez a pelikán madár. Ennek az a jelentősége, hogy a pelikán a saját vérével is, ha kell, táplálja a kicsinyeit, és így tartja életben. Mind a két oldalon látszik két lovas. Egyik a női oldal, ugye a hold, van a háttérben, a hold erejével áldott, a hold energiáját hordozza a nő. A férfi oldalon pedig a nap energiáját, az állandóságot szimbolizálja, a hold pedig a változatosságot. A népmesékben, amikor a hős kap egy lovat, mondja neki a király vagy a tulajdonos, hogy hát menj az istállóba, aztán válasz egy lovat, és akkor indulj útnak. És általában ez a hős a legrosszabb, a gebéd választa, és mindenki csodálkozik követően, hogy miért pont ezt. De aki a tudás birtokában van, ez a hős, ez tudja, hogy ha parasat etett a lóval, akkor az megtáltosodik, és táltos paripává változik. Na itt is ez történik, hogy táltos paripa segítségével tud a lelki szintről az elme szintjére száguldozni a hősünk. Na most a paripa is megkérdezi a hőst, hogy milyen sebességgel menjek kisgazdán. Repüljek mind a madár. Hát ez ugye a 2 km per óra sebességtől a pár száz km óra sebességig terjedhet. Vagy repüljek mind a villám. Ugye ez már a fénysebesség határa van, vagy a fénysebessége lenne. Vagy pedig repüljek mind a gondolat. Ez pedig az olyan sebesség, ami bárhova elrepít egy pillanat alatt, ahova éppen gondolja. És a hős ugye ezt válaszza, mert ha kijut az elme szintjére, akkor képes erre a mesehősünk, hogy olyan sebessége legyen képes, hogy bármikor bármit meg tudjon csinálni. A női oldalon vannak nagyon nagy madarak, ezek a főnix madarak. Itt a sötét oldalban még az anyagi fogságába vergődik, de és ezért van fejjel lefele, fejtetővel lefele, de amint kikerül az elme világába, szárnyalni tud. A főnix ugye a megújulást jelképezi. Például Debrecennek a címerében is szerepel a főnix. Na, a főnix itt egy nagyon nagy átbucskázik a feje fölött, egy nagyon nagy fordulatot vesz. Ugye az anya, amikor
házasságot köt, akkor ott neki megszűnik az a lét, ami eddig megszokott volt, hogy csak a saját érdekei a lényeg. A házasságkötés után már a családot kell neki szem előtt tartania, és a család érdekében kell neki mindent elvégeznie, és majd utána később, ugye, amivel már beszéltem, hogy a fészek rakásnál már a csevetékkel kell összpontosítania, ha kell a saját vőjével az élete árán is fent kell tartani a csevetét. A tűz itt a megvilágosodás jelenti. A megvilágosodással is, ha megvilágosodik az ember, akkor sikerül följebb jutni és táltos paripára szállnia. Van itt egy öreg asszony is, ez egy boszorkány, aki békát sütöget. Ennek az a szimbolikája, hogy aki saját hasznára, saját pecsenyét sütögeti, ez is egy negatív oldal. Ugye ismerjük azt a szólást, hogy a kigyónt békát mondanak rá. Hát itt a saját pecsenyét így sütögeti. A férfi oldalon van egy nyilas még, aki az összpontosításra képes. A nyilas jegyűek képesek az összpontosításra, és az összpontosítás által el is találja. Amiket lenyilaz, nyulak vannak itt végül is. A kustárs elmondása alapján, hogy ezek a nyulak, ő álmában látta, és a női oldalon is van egy ilyen sok nyulas dolog, ami azt mondta, hogy a nő annyira képes változni, hogy mint a nyúl futtába képes irányt változtatni, és ezt ő álmában látta, ezt az irányváltoztatást. Szóval, ha a nő azt mondja, hogy egyik nap ez így van, a másik nap már nem biztos, hogy úgy van. Ezt akarta kifejezni ezzel a nyúlugrással, ami menet közben irányt változtat a kustársusa. Aztán a férfi oldalon van még egy tölgyfa, ami makkos, a termékenység a férfiasságnak a szimbóluma. Aztán fönn is egy madarak repülnek a fészekbe, ahogy a legényből férfivá válik, és családapává válik. Azok is főnix madarak. Hát ennyi lett volna a képnek az ismertetése. Köszönöm szépen a figyelmet. A 20 perc után folytatódik a Prevention Holding előadás. Köszönöm.